Az árufuvarozás mikéntjét is bemutatja a Rail Cargo Group kisfilmje. Nem ismeretlen ez a világ a dombóvári szakközépiskola OK-s képzésére járók számára. A vasutas szakmát tanulók azt mondják, régi vágyuk válna valóra, ha el tudnának helyezkedni egy ilyen vállalatnál. Nekem nagyon tetszik, én ezen a szakon szeretnék tovább menni. Elsősorban vasútforgalmi szolgáltatóként szeretnék tevékenykedni, utána pedig meg szeretném próbálni a közlekedésmérnöki egyetemet. Alapból, amikor jöttem, ez volt a cél, hogy itt maradok a műhelyben, mint szerelő. Aztán igazából én ugye a jövőképre elképzelve az lenne, hogy tovább szeretnék haladni a ranglétrán felfele műhelyfőnök. A munkaerő hiánnyal küzdő Rail Cargo Hungária a sikeres szakképzés elősegítéséért. A pesti és a győri szakközépiskola után a dombóvári szakközépiskolával is stratégiai megállapodást kötött. Bennünket elsősorban a munkaerő hiány motivál, amit az Rail Cargo Hungáriát az duplán is sújtja, tehát egyrészt van általában hiányoznak a piacon a munkavállalók, tehát a munkanélküliség iránt az alacsony, a másik az Rail Cargo Hungária korábbi létszámcsökkentések következtében a szakember kádrája előregedett, és nagyszámú kollégánk megy hamarosan nyugdíjba. Egy európai céggel való 5 éves együttműködés egy kisvárosi szakközépiskolának egyedülálló lehetőség, mondja az iskola igazgatója. Hiszen az így megszerzett tudással az iskola padjaiból kikerülő diákoknak azonnal lesz állásuk. Ahhoz, hogy mi tudjuk, hogy a munkaerőpiacnak mire van szüksége, nekünk folyamatos napi kapcsolatot kell tartani vele, ami alapján tudjuk, hogy milyen képzéseket és milyen embereket vegyünk fel bizonyos képzésekre. Ez az együttműködési megállapodás lehetőséget biztosít számunkra, hogy folyamatos kapcsolatot tartsunk 5 évig Rail Cargo Hungária ZRT-vel, amit én egy kiemelkedő dolognak tartom. Ábrahám Norbert, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója szerint még több ilyen megállapodásra lenne szükség a munkaerőpiaci helyzet miatt.